Kezdtem egy Certo Dolinával, amely mindenhova elkísért a kirándulásaimra, biciklitúrákra, mindenfelé. De későbben, amikor már kezdtem követelni is azoktól a képektől valamit, akkor kellett váltsak fényképezőgépet. És aztán úgy, ahogy annak idején ez hivatalból a lépcsőfokozat volt, rámentünk a Zorkira, rámentünk a Zenitre, és aztán utána jöttek a külföldi gépek, utána majd jöttek a Nikonok, jöttek a Hasselblad-ok, úgyhogy mindegyik jó. Én nekem van egy teóriám, nem a fényképezőgép határozza meg a minőséget, hanem aki mögötte van. Nem az a típus, aki a köpenyegét forgatva különböző szelek irányába beállott, minduntalan arra törekedett, hogy a művészi tevékenységén keresztül teljes függetlenséget tudjon élvezni. És ez a függetlenség, ez a szellemi függetlenség nagy mértékben hozzasegítette őt ahhoz, hogy azt csinálja, amit tulajdonképpen szeret. A munkája, hobbija volt, ezt nagy odaadással végezte, és nem utolsó sorban pedig a tudását próbálta átadni másoknak is. Ez a tudás átadás tulajdonképpen ilyen művészek közötti érintkezés, és a nem művész hajlamú néző számára is sokat elmondó képein keresztül történik meg. Az egyik nagypapám, az félig zsidó volt, félig magyar volt. A felesége tiszta román, trucatanti. Az anyai ágon az a nagyapám, az egy sváb volt, aki csak így tudott beszélni, ez egy ilyen bánati sváb. A felesége pedig egy tiszta magyar. Ne. Na most én mi vagyok? Hát én erdélyi vagyok. Születtem Aradon, édesapám fotostúdióval rendelkezett, és fényképeket készített emberekről, és társadalmi eseményekről, ilyesmikről. Édesanyám pedig, hát ő nevelte a két neveletlen gyerekét. 1941-ig nagyon boldogan éltünk ott, ott jártam az első elemit, és bizony szép napon jöttek a fekete inges barátaink, és kivertek Aradról. Formálisan kivertek. Bejöttek a stúdióba, összetörték gumibottal a lámpákat, a fékképeket, és mi kimenekültünk a város végére, ahol már majdnem falu volt, egy csűrbe. És ott laktunk egész addig, ameddig el tudta édesapánk rendezni azt, hogy átszöktessenek minket Kolozsvárra. És akkor kezdődött el nekem a kolozsvári életem. Nagyon nehezen szoktam meg Kolozsvárt, de nagyon szerettem. Több iskolába jártam, be kell ismerjem, hogy nem nagyon jó tanuló voltam. Többet fújtattam a piarista templomnak az orgonáját, mint amennyit orán voltam az iskolában. Az igazság az, hogy nem szerettem az iskolát. Nem szerettem azért, mert nem tudtam nyelveket tanulni, megtanulni. Akárhogy tanultam, nem sikerült. Volt egy francia tanárom, székely tanárom, aki azt mondta, Szabó fiam, hogy tanuld meg ezt a sort franciául, és a pótvizsgán nekem ezt elmondod, és én azt mondom, meg fogom kérdezni, hogy ki az, aki téged elbuktatott. És azt kellett megtanulni, hogy au lieu d'apprendre lire le son, fument quatre de garçon. És ezt én neki mindig elmondtam, de minden évben ugyanezt mondtam el neki. És azt mondja, hát nagyon tudsz franciaul, ötös. Későbben átkerültem a gép- és villamosipari középiskolába, amit én nagyon szerettem. Nagyon szerettem, mert ez gyakorlati szakma volt ottan, villanymotorok, ott kicsi rádiók, szóval érdekes volt. És bennem akkor tűnt föl először az az érzés, hogy kell egy szakmát válasszak. És milyen szakmát válasszak? Hát nagyon szerettem volna a rádióhoz bekerülni. És sokat törtem magamat, hogy bekerüljek, de nem sikerült. Mikor felvételi vizsgát tettem a rádióházába, Halpert mérnöknél, akkor az volt az egyik kérdése, hogy milyen távol van a stecker
két pontja. Hát nem tudtam, hogy azt mondja, akkor nincs mit keressen itt nálunk. És szépen kitette a szűrőmet. Jó helyen kell lenni, jó időben, jó emberekkel. Fölfedeztem, hogy az Újidők mozi udvarán van egy stúdió, egy műhely, ahol mozigépeket állítanak össze, mozigépeket szerelnek. Bementem, és megmondtam az igazgatónak, hogy kérem, én itt fogok dolgozni. És azt mondta, hogy tiszta beteg vagyok. De nem vicc, én ott maradtam, és nem mentem el. Néhány évig dolgoztam, ameddig az UTM-i titkárunk egyszer meglátott olyan fölvételeimet, amiket én a repülőtéren készítettem. És azt mondta, hogy Szabó fiam, azt mondja, hát ugye ilyen elektroakusztis, mint amilyen te vagy, annyi van, hogy gátot lehet a szamosabb tenni belőle. Ja. De ilyen fényképeket nagyon ritkán lát az ember. És ez annyira megcsiklandozta a zenérzetemet, hogy rögtön igyekeztem változtatni a szakmám, a munkahelyemen. Akkor alakult meg a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel a Centro de Cinificare. És ott dolgoztam, mint rendezőoperatőr. A Cineficare-nál volt a fotoszekciónak a vezető, Falkenhayn István, aki a volt Bolyai Egyetemnek volt fényképész, és aki ide átkerült a központi laboratóriumba. A filmszekciónak pedig dr. Kisegon volt a vezetője. És kezdetben ilyen didaktikai, rövid kis didaktikai filmeket forgattunk, és későbben aztán mind jobban és jobban gyarapodott a felszereltségünk is. Érdekes témákat választottunk ki, és így készítettük el a Gyógyszerészeti Múzeumnak a filmjét, amelyik Bologa professzorral és Icsák professzorral több nemzetközi gyógyszerészeti konferencián be volt mutatva. A gimnáziumi évek után, amikor kezdtem dolgozni, akkor voltam a Szahia Film Stúdióba, fönt Bukarestbe, voltam a Buftiánál, nagyon megszerettem a néprajzot, ahogy jártunk kint falukon és kint a hegyek között, és átpártoltam a Néprajzi Múzeumhoz. 1962-től a Néprajzi Múzeumnak voltam a fotográfusa, 37 éven keresztül. Ez volt életemnek a legszebb és legeredményesebb időszaka. 9000 negatívval vettem át a negatívotékát, mikor oda kerültem, és 45 ezerrel adtam le, amikor elmentem. Már mikor diák voltunk, már Szabó Tamás volt egy aféle télapó, ami ajándékot nem karácsonyhoz hozta, hanem az egész évben. Minden kiállítással, legyen az egyéni kiállítás, vagy csoportkiállítás, egy öröm, mikor ő is jelen volt. Az aktok, a tájképek, szóval nekünk tanárok is voltak. És most nagyon örülök, hogy ez a legenda, egy élő legenda, hogy minket fogad, mint barátunk, és hogy velünk működik. Habár 81 éves, ha jól tudom, nem is mutatja, nem is érzi velünk, és mindenhol jön velünk, vagy fotózni, vagy kiállításba. Nem csak tanár most is, hanem diák is, mert lám-lám megtanulta a grafikakomputer, és nagyon szívesen megcsinálja. Úgyhogy Kolozsvár és az egész fotós világ örülhet, hogy egy ilyen legenda még tud égni. A légi felvételezést az 1950-es évek végén kezdtem el, amikor készítettük a Kolozsvári Gyógyszerészeti Múzeum filmet. Azzal kezdődött, hogy a Kolozsvár levegőből. És természetesen, hogy mivel az egészségügynek készült ez a film, minden további nélkül el lehetett rendezni a repülőtéren, hogy egy PO2-es biplánnal repüljünk ki a város fölé, és filmezzük le a főteret. De időközben a vitorlázó repülőknél voltam, és megszűnt a vitorlázó repülés, és átment egy félkatonai szervezetté.
akkor én ezt abba hagytam, és az oktatóm is abba hagyta. Ő a vöröskeresztes repülőknél volt pilóta. Abban az időben Kolozsvár nem megye volt, hanem tartomány. Ide tartozott Gyulafehérvár, Zila, Naszód, és még ki tudja mi, de a vért mi szállítottuk ezzel a repülőgéppel. Felszálltunk a repülőtérről, és be volt már a vér csomagolva az ejtörnyővel, és amikor megérkeztünk a megbeszélt város, megbeszélt sporttelepére fölé, akkor én kinyitottam a fedelét, szépen kiengedtem a ládát a vérrel, és az ejtőernyőt elengedtem, az ejtőernyő kinyílt, és a vér szépen leszállt simán a sporttelepre. Én ilyenkor betettem ide a fényképezőgépet, és amikor már fölszálltunk a földről, akkor elővettem, és én akkor kezdtem fényképezni. És így lefényképeztem, mert ezzel az én oktatómmal nagyon sokat repültem. És nagyon sok típusú repülőt repültem. Voltam vele Bukarestig, összefényképeztük a fogarasi havasokat, szóval nagyon, nagyon sokat jártunk. De Kolozsvár, főleg mikor visszajöttünk, vagy mielőtt elmentünk, mindig csináltunk 2-3-4 kört Kolozsvár felett. Hát nekünk van egy albumunk Kolozsvár levegőből. Összegyűjtöttem az 1950-től 2000-ig készült légifelvételeket, fekete-fehér légifelvételeket, és hozzáfényképeztük színesbe a mai Kolozsvárt, és úgy nagyjából, hát nem lehetett a repülővel pontosan úgy beállni, ugye, mint a, mondjuk a főtéren, vagy egy ilyen fix területen, de hogy nagyjából ugyanazok a felületek vannak a színesbe ma, és a régi Kolozsvár fekete-fehér. Hogy mikor kezdtem én neki a művészfotónak? Amióta megalakult a kolozsvári fotoklub, a Napoka fotoklub. Az egész Európában ismerték a klubunkat. Mindenhonnan kaptunk meghívásokat, mindenhova elmentek a munkáink. Készítettünk számtalan albumot, levelezőlapokat, újságoknak illusztrációt, tudományos munkákat illusztráltunk. Amerikától egészen a Ausztráliáig az összes lényeges fotókiállításokon jelen voltunk. És kollégákkal küldtünk oda művészfotókat, többnyire csak kiállították, de volt, amikor nyertünk díjakat is. És ahogy az évek teltek, kezdtünk megerősödni, megférfiasodni, és gondoltuk, hogy hát akkor kellene rendezni egy egyéni kiállítást. És én így 1966-ban megrendeztem az első egyéni kiállításomat, és attól kezdve én majdnem minden évben legalább egy egyéni kiállítást azóta megrendeztem. Ebben az évben például 2. A kedvenc témám volt, és meg is maradt, csak más formát vett föl. A néprajz, a néprajzon belül főleg a vas és a fa, és az aktfotózás. És ez oda jutott most, hogy ebből jött ki egy harmadik, az összetett, a kombinált montásfotó. Minden egyes munkájára nagyon mélyen rányomta a bélyegét, a gondolati világ, átgondoltság, és ugyanakkor a szépnek az ábrázolása. Mindenféle szemszögből megvilágította a szépet. Kezdve az emberi test szépségeitől, az aktfotóitól, amelyek nagyon markánsan jellemzik őt, át egészen az esszé, a fényképészeti esszéig, ahol tulajdonképpen ezeket a gondolatokat fényképek formájában közli a nézővel. Egy háromszögű összeállás. Először egy nagymester a fotográfiánál, nagyon jól tud barátkozni a fénnyel, pláne. A másik, meg kell nézni a mosolyát, hát aval mindenkit varázsolja, sőt, a nők is. És akkor
hát tudnak mesztelen állni neki aknak. És a harmadik az, hogy minden akból meset csinál, nem csak egy vívmány, hogy ő fényképezett egy hölgy, ami levet között. Az aktot mindig más formába kell a közönség elé tálalni, nem ismételheti magát ugyanúgy, mert unalmassá válik. Akármilyen szép az az akt, unalmassá válik. A Néprajzi Múzeumi aktivitásaim közben nekem a közvetlen főnököm Kós Károly, dr. Kós Károly volt. A híres Kós familiának az egyik gyereke, a nagy építész, néprajzos, író Kós Károlynak a fia. Látta a fölvételeket, amiket én így maszek alapon készítettem magamnak, a vasról, mert amint említettem, a vas egyik hobbim volt. És azt mondta, hogy tudod, mi készítünk egy albumot a vasról, és ahogy ezt el is terveztük szépen, elkészítettem legalább egy 200 fotót a vasról, közösen kiválasztottuk, hogy melyikek legyenek azok. A könyv makettje bekerült a nyomdába, és neki kezdtek a könyvet nyomni. És a szöveg, amit Kós Károly megírt, kiválasztott a világirodalomból, a hazairodalomból és a Bibliából az idézeteket, el kellett küldeni Bukarestbe Koppandi cenzúrfőnöknek. És már a könyvnek a lapjai ki voltak nyomva, a vasak, csak az üres helyek maradtak meg, ahova a szöveg be kellett jöjjön. És akkor körülbelül egy 3 hónap múlva elment a főszerkesztő Bukarestbe, és megkérdezte, hogy hát Koppandi elvtárs, mi lesz azzal a szöveggel, amit mi elküldtünk. És Koppandi elvtárs elővette a szöveget, és azt mondta, én elolvastam. Elolvastam az elejétől végéig, a végétől az elejéig, keresztbe, kasulba, mindenféleképpen megpróbáltam, hogy találjak bele valamit. Ennek nincs semmi értelme. Ezt nem engedélyezem. És így lett a könyv, csak fehér, üres helyekkel, és a végén egy tanulmánya Kós Károlynak a torockói vasról. A 70-es évek elején a televíziónak voltam a kolozsvári munkatársa, és készítettem a különböző riportfilmeket, híradófilmeket, és Banner Zoltánnal versfilmeket. Egy idő után nagyon-nagyon-nagyon megcsömörültem az egész televíziós munkásságomtól, és abba hagytam a televíziózást. Mert nekem a lelkemhez közel a könyv áll. A könyv és az album. Mert már életemben 160-nál több albumba dolgoztam be, vagy készítettem el egyénileg. Életútja nagyon zötyögős ösvényeken és aszfaltozott utokon is járt. Talán a legfontosabb tényező, amely meghatározóként egész életében átvonult, az őszinteség, a kommunikációs vágy, és a szépnek és a gondolati világnak a megörökítése. És ez neki sikerült is. Egy alkalommal, augusztus 23-án, amelyik akkor a nemzeti ünnep volt, fönt voltam a Felegváron egy ügyes leánygyermekkel, és onnan néztük a rakétázást. És nekem ez annyira tetszett, elővettem a fényképezőgépemet, és lefényképeztem. Másnap bementem a stúdióba, előhívtam, elkészítettem a képet. És aznap délelőtt bejött hozzám a Művészeti Múzeumnak az igazgatója. És azt mondja, ki csinálta, mondom én. Nem adom neki, de igen. Fogta, és el is ment vele. Másnap reggel a kollégák mondják, gyere, mert a te rakétás képed van a címlapon, a fökliában és az igazságban is. És ezzel megnyílt az út ehhez a két újsághoz, hogy kollaboráljuk velük. Későbben meghívtak az Utunkhoz, hogy dolgozzak nekik az évkönyvhöz. Az Utunknál 20 évkönyvet illusztráltam. És természetesen a lapszámokat is.
a korunknál úgy szintén egy csomó évkönyvet és lapszámot. És egyszer az egyik barátnőm megkérdezte, hogy mondd meg nekem őszintén, ki volt az, aki téged beprotezsált az újságokhoz. Mondd, tudod mit? 3 napot kérek, és megmondom. És akkor fiszak gondoltam, hogy lényegében tényleg igaza van, hogy kerültem én oda. És akkor jöttem rá, hogy hogy kerültem oda. Úgy, hogy mindig pontosan szállítottam le a fotókat, mindig elmentem oda, ahova ők kérték, és nem húzóckodtam, hogy hát az nekem nehéz, vagy messze van, vagy nem jó. Azt hiszem, hogy ez a bizalom, amit én kaptam ezektől az újságoktól és kiadóktól, ez annak köszönhető, hogy szeretem nagyon a pontosságot, és megbízhattak bennem. Oktatói tevékenysége tulajdonképpen olyan, mint a pénzérem két oldala van. Egyik az, amikor gyakorlatilag nem hosszú ideig, aránylag rövid ideig iskolában oktatott, azonban ez eltörpül amellett, amit az érem másik oldalaként oktatóként megvalósított, a munkáink keresztül, a fényképeink keresztül, az egész életvitelén keresztül, ami ki lehetett szűrni belőle azok számára, akik vágy szemmel közelítettek az ő tevékenységéhez. És ezek a képek, hogyha életmunkáját mondjuk egy mappába helyeznénk, akkor megállapíthatnánk, hogy ez bizonyos korszakokra osztható fel, mégpedig len a kezdeti oktatói korszaktól kezdve egészen a kiforrott mostani 80 évet túlhaladt, beérett és a révbeért fotós művésznek az oktató tevékenységéig. A képeink keresztül valamit nem csak közölni akar a nézővel, hanem a néző gondolatvilágát irányítani is óhajtja, és ez már az oktatást jelenti. A digitális rendszernek a megjelenése az életemben tragédia volt. Én imádtam, szerettem az analógot. Annak illata volt. Annak lehetett fogni azt, ezt lehetett. A digitális az hideg és konkrét. Nagyon-nagyon-nagyon sokat kell törd a fejed, hogy azt egy kicsikét meg tudjad lazítani, meg tudjad szelidíteni, hogy az ne legyen durva és nyers és hideg. De ha az ember következetesen dolgozik, akkor el tud oda jutni, hogy barátságba tud lépni a számítógéppel és a digitális képszerkesztéssel. Vannak, akik remekül tudják uralni a számítógépet, de túl komplikálják a témát. És vannak olyanok, akik abszolút gyengén uralják a számítógépet, és azok badarságokat csinálnak. Ahhoz, hogy egy montázs jó legyen, annak kell legyen egy üzenete, kell legyen egy mondani valója, és világosnak kell lenni. Csak digitálisan dolgozom most, mert nekem volt itthon egy laboratóriumom, amit elkommunizáltak tőlem, mármint a feleségem elkommunizált. Spájznak használta föl, és onnan kitette a szűrőmet. Ugye az analóg részhez sajnos nincsen már hozzáférésem, habár, amint említettem, nagyon szeretem, és az közelebb van a lelkemhez, mint a digitális. De már annyira megszoktam, és annyira még nem vagyok perfekt, de annyira már otthon vagyok, hogy már jól érezzük egymást. Ő velem, én vele, úgyhogy kijövünk.